Állati percek az Országos Állatvédelmi Alapítvány jóvoltából. Szegeden nyílt egy speciális állateledelbolt. Mit lehet tudni erről a boltról, miért speciális ez a táplálási módszer? Az üzletünk fő profilja a nyersetetés. Ez annyit tesz, hogy nyers fagyasztott húsok, csontos húsok és belsőségek kaphatóak nálunk. Miért is jó ez a nyersetetés? Igazából idővel elfelejtjük azt, hogy a kedvenceink, kutyáink, cicáink, akár vadászgörények, ők mind-mind ragadozók. És a ragadozóknak mire van szükségük? Ugye húsira, csontra és belsőségre. Viszont azt gondolhatjuk, hogy a tápokban ugye ez mind megvan, biztosan minden megtalálható benne, nagyon egyszerű ugye az adagolás is, csak egy nap oda tesszük eléjük, és akkor kész is van a kutyusunk, cicusunk napi étkezése. Csak az a probléma, hogy sajnos mostanában, hogy minél olcsóbban állíthassák elő a tápokat, ezért elrakják gabonával. Na most a gabona az nem való a kutyus számára, tehát rengeteg szénhidrátot tartalmaz, és kedvenceink nem a szénhidrátból nyerik az energiájukat, hanem a fehérjéből, a zsírokból. Valamint a tápok tartalmaznak rengeteg tartósítószert, színezéket, adalékanyagot, ami szintén nem jó a kutyáknak. Ezért jó az a nyersetetés, mert látod, hogy mi kerül igazából a kedvenced tájába. Tehát ott van, látod, hogy például benne van egy pulykanyag, egy csirkemellfili, meg egy kis csirkemáj, és akkor így pontosan tudod, hogy mit kap enni. Tehát nem kerül bele adalékanyag, színezék, tényleg tisztán azt kapja az állat, amire szüksége van, és amit tényleg meg tud emészteni. Ez az egyik legfontosabb. Aki még nem próbálkozott a nyersetetéssel, és mondjuk teszem azt, én még soha nem próbáltam így etetni a kutyámat, macskámat, bejövök ide hozzá az üzletbe, mit tanácsolnál nekem? Első körben megkérdezném, hogy esetleg olvastál-e már utána, hogyha nem, akkor adok egy teljes körű tájékoztatást, hogy hogyan is kezd, például nagyon fontos odafigyelni, hogy azért itt se úgy van ám, hogy mindent nyersen odaadunk nekik. Egyetlen egy kivétel van, a sertés és a vaddisznó, tehát mindenféle sertésfajtát, azt meg kell főzni az ajueszki kor miatt. Szóval ez az egyetlen, valamint a vadakat, például szarvas, ezeket 2 hétig fagyasztani kell. Tehát ilyen apróságokra oda kell figyelni. Első körben azt mondanám, hogy a legjobbat adhatod kedvencednek, mert egyrésztről tényleg azt adod neki, amit meg tud emészteni, felhasználja a szervezete, gyönyörű szőre lesz tőle. Egészséges lesz a kutya, például az ilyen szezonális betegségeket, mint kenelköhögés, ezeket a nyerses kutyák sokkal ritkábban kapják el. Nagyon erős immunrendszert tudunk ezzel kialakítani nekik. Nyers etetés módszerével etetett kutyáknak például a működésük is sokkal jobb, az emésztésük is. Sokkal jobb, és képzeld, hogy ezt úgy szokták észrevenni a gazdik, hogy elmennek, kipróbálják ugye nyersetetés, visszajönnek 1-2 hét múlva, és mondják, hogy alig van a kutyusnak széklete. Hogy ez mitől van? Hát mondom, ez a nyersetetés, hiszen mindent fel tud használni, majdnem mindent fel tud használni a kutyus. Ugye, a szervezete mindent fel tud használni belőle. Mondhatni, hogy ez a normális. Ez a normális, így van. Esetleg itt nálatok készételek is vannak, tehát amit én most innen elviszek, és már adhatom is az állatomnak, vagy ez minden gazdától egy kicsit ráfordítás, időráfordítást igényel. Igen, ez a másik dolog, hogy a gazdiknak kell összeállítani otthon, visznek színhúsit, csontos húsit és belsőséget, és megvan adva, hogy milyen arányokba kell ezt összeválogatni. Tehát ahogy hazaviszi, neki ki kell ugye porciózni. Ilyenkor érdemes egy otthoni kis konyhai mérleget beszerezni. Ez első hónapban még nehéz lesz. Tehát az első hónapban még bizony számolgatni kell, nézni a székletét, keményebb vagy puhább ebből lehet megállapítani, hogy hogyan etetünk, jól etetünk-e esetleg, a kutyus számára ez megfelelő-e. Majd egy hónap után azért az embernek már rááll a szeme, és már tudni fogja az adagokat. Tehát az elején biztos, hogy macerásabb, ezt aláírom, tehát sokkal macerásabb lesz, mint például táppal etetni, de megéri. Mi a helyzet a macskákkal? Most nagyon sokat kutyáról beszéltünk, de macskákkal is foglalkoztok, hogy az egy külön terület? Macskáknál ugyanez a helyzet, pontosan ugyanez, ugyanezek az arányok, ő is ugyanúgy ragadozó, tehát ez mind, amit mondtam, ez rájuk is vonatkozik. Nekem például a macskám szereti a konzerv kukoricát. Nálunk a barf étrend is jelen van, ami azt jelenti, hogy a barf étrendben a hús, csontos hús és belsőség mellé ilyen 10-20%-ba kerülnek rostok, mint például zöldségek és gyümölcsök, valamint kerülnek különböző kiegészítők, mint például csipkebogyópor, kókuszolaj, de ezek csak szezonálisan adhatóak immunerősítésgyanánt, és csak maximum 1 évben 2-szer. Tehát nem baj, hogyha zöldséget is kap az állat mellé. Minden állat különböző, valaki nem eszi meg a zöldséget, gyümölcsöt, valaki nagyon szereti. Igazából ez tényleg
egyénfüggő teljesen. És mit tapasztalsz, a gazdák mennyire nyitottak a nyersetetés módszere iránt? Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert egyre elterjedtebb ez nálunk most már. Mindenki meglátja benne a fantáziát, tehát látják azt, hogy hoppá, tényleg elmúlik, tehát például egy ilyen szimpla dolog, hogy elmúlik a kutyaszag, tehát a kutya szájszaga, ez az erős, durva kutyaszag is el szokott általában múlni, és akkor így jönnek a tapasztalatokkal, és én pedig nagyon boldog vagyok, hogy mindenki ennyire örül neki, és ez terjed szájról szájra most már. És ha jók az információim, akkor az üzletben elsősegélynyújtás és csipolvasás is van. Miért gondoltátok, hogy ezt az üzlet fel kell vállalnia ezt a tevékenységet? A csipolvasót a Német Veszfajta Mentő Alapítványnak köszönhetem, hiszen én is tagja vagyok, Csongrád megyei képviselője, és az ő jó voltukból megengedték, hogy itt tarthassam ezt a csipolvasót, valamint ugye, hogyha szükség van rá, akkor én is elvigyem. Ezért tényleg, hogyha bárki talál a környéken vagy Szegeden kutyust, és mi mondjuk nyitva vagyunk, nyugodtan elhozhatja, vagy felhívhatja az én telefonszámomat, ugye ez is megvan adva a honlapon is. Az elsősegélynyújtás pedig szerintem nagyon-nagyon fontos. Sokat lehet hallani a hírekbe, hogy a kutyus így, ez történt vele, az történt vele, meghalt esetleg, és hogyha bizony tisztában vagyunk az elsősegély alapvető szabályaival, akkor ezeket el tudjuk kerülni, tehát akár egy halálesetet is. Ugye a kutya elsősegély az kicsit más, mint az embernek nyújtott elsősegély, szóval érdemes egy ilyen tanfolyamon részt venni, és nálunk megtalálható egy kutya első segélycsomag, ami tartalmaz számos dolgot, amivel tudunk segíteni, valamint én elvégeztem a tanfolyamot is, szóval tudok segíteni, hogyha esetleg probléma van. Ezek voltak az Állati Percek. Készítette az Országos Állatvédelmi Alapítvány. www.országosállatvédő.hu